Mintegy 1 millió forint összegű készpénzt és aranyékszereket találtak egy 17 éves fiúnál a szekszárdi rendőrök, miután elfogták. A férfit azért vették üldözőben, mert furcsán viselkedett, majd elmenekült, amikor a járőrök igazoltatni szerették volna. Végül egy iskola udvarán sikerült elkapniuk a fiút. Ekkor derült ki, hogy egy hónapja körözik, mert elszökött a szekszárdi nevelő otthonból. A férfi nem tudott hitelt érdemlően nyilatkozni arról, hogy a nála lévő pénz és az ékszerek honnan származnak. A fiatallal szemben egyébként a szekszárdi rendőrkapitányság jelenleg is büntető eljárást folytat. Ővele szemben eddig egy rendbeli lopás büntet, egy rendbeli lopás vétség és két rendbeli lopás vétség kísérlet elkövetése miatt indítottak eljárást. Úgy tudjuk, a férfi Bátaszéken és Decsen súrant be több családi házba, és onnan lopta el a pénzt és az ékszereket. Ha az ingatlan tulajdonosokkal összetalálkozott, azt hazudta, hogy a barátnőjéhez jött, de nem tudta pontosan, melyik házban lakik, ezért nyitott be. A besúranást úgy kell elképzelni, hogy rányit a bejárati ajtókra, és amikor azt észleli, hogy azok nyitva vannak, bemegy az ajtón, és hogyha nem találkozik senkivel, akkor a lakásban, illetve a esetleges emellékhelyiségekben kutatást végez. A rendőrök a fiút őrizetbe vették, és indítványt tettek előzetes letartóztatására az ügyészségnél. A rendőrség szóvivője felhívta az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, a besurranó tolvajok ellen a leghatékonyabban úgy lehet védekezni, ha akkor is zárják házukat, ha otthon tartózkodnak.